Sziasztok! Sajnos a napokban elhunyt Milos Forman, éppen ezért úgy gondoltam, kicsit ráemlékezvén összeszedem 10 kedvenc filmem tőle. Nézzük is a rendező legjobb alkotásait. A veszedelmes viszonyok után talán egy kicsit vérszegénynek tűnhet a Valmont, de így is egy egészen izgalmas feldolgozás ez az alapműnek. Itt a gazcsábító szerepben Colin Firth tündököl, mellette a Markiné szerepében Annette Bening, csábítás, ármány, szerelem, párharc, akárcsak az elején említett műben minden megtalálható itt is, aki kedveli a kosztümös drámákat, annak mindenképpen ajánlom. A Fekete Péter a csehszlovák rendező első nagyjátékfilmje volt, rendezői ismérvei már itt is megmutatkoztak. Péter történetét áthatjuk, egy 10 éves kamaszét, aki munkát vállal, apja régi elavult normák szerint neveli, kamaszkorából adódóan pedig a szexualitását is felfedezi. A remek rendező remek karrierkezdése volt eme alkotás. A Larry Flint, a provokátor, a Hustler magazin kialakulásának, illetve atyának története. A magazin hamar botrányt okozott, kendőzetlenül megmutatott mindent, amit addig nem mertek, ugye a Playboy vetélytársa volt. Nehéz ez az út, küzdelem a sajtószabadságért, még egy merénylő golyóját is el kell szenvedni. A film érdekes portrét állít egy meglehetősen sokat vitatott személynek. Doktorov világhírű regényét adaptálta a rendező, a ragtime ütemére kavarognak a korszakok a filmen, van itt milliómos csemete, aki felesége szeretőivel végez, sokak szeme láttára, széthullott mintacsalád, ahol az egyik családtag terrorista lesz, zsidó koldus, aki a néma filmek egyik nagy rendező királyává válik, színesbőrű zongorista, és közben duruzsol a ragtime. A Tűz van babám Oscar jelölésig jutott legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Egy tűzoltóbál körül forognak az események, és ez a bál, mint azt a filmektől megszokhattuk, kudarcba fullad, vagyis minden rossz irányt vesz. Furcsa szépségkirálynő választás, még furcsább tombola, tombola burlesk, ezerrel jól ábrázolja a korabeli rendszer furcsaságait. Forman második nagyjátékfilme volt az Egy Szöszi szerelme. Szöszi a szerelmet keresi, és bizony érdekesebbnél érdekesebb figurák tűnnek fel, mint potenciális lehetőség. Ám egy igazán nagy szerelme van, egy zongorista srác, így hát össze is pakol, útnak indul, hogy megtalálja azt a nagy szerelmet. Egy pessimista világnézetű, de maró humorral bíró film. Az Ember a Holdonban Andy Kaufmant, a meglehetősen sajátos humorral bíró humoristát ismerhetjük meg, egyfajta életrajzi filmjez, a címszerepet pedig a nagyszerű és itt brillírozó Jim Carrey alakítja, van itt pankráció, sorozatforgatás, egy teljes könyv felolvasása, Kaufman humora sokaknak túl sok volt és kiütötte a biztosítékot sok embernél, viszont pont ettől olyan érdekes figura ő, hogy ennyire megosztott mindenkit. A Hert remélem nem kell sok mindenkinek bemutatnom, színházi feldolgozásokat is megért még itthon is a musical, a háború értelmetlenségéről, a vietnámi háború ellenességről, a hippi korszakról, talán még soha nem tudtunk meg ennyit, mint ebből a filmből. A végfelé masírozó Let the Sunshine-t éneklő Berger és a katonák képe és hangja pedig még sokáig elkísér, azt hiszem. Mozart életéről zseniális filmet készített a zseniális rendező, aki még nem látta, annak tényleg csak ajánlani tudom, ucu neki, ugorjon neki. A zeneszerző zseni és a riválisa, Salieri párharcát követhetjük figyelemmel, a tehetség küzd az akarás ellen, és itt bizony nincs nyertes, csak vesztesek. Mozart dalai, díszletek, gyönyörű jelmezek, akik kosztümös filmeket keresgélnek, hát annak itt az egyik legjobb. Az élen pedig Jack Nicholsonék elmegyógyintézetes története áll. McMurphy, hogy elkerülje a börtönt, betegnek teteti magát, elmebetegnek, nem is sejt, hogy itt talán sokkal többet szenvedhet majd. A történet többi szereplője és mind-mind egy-egy élet, egy-egy dráma, mely folyamatosan bontakoznak ki, és ahogy haladunk előre a durva végkifejlet elé, egyre drámaibb és lesújtóbb minden. Mert bizony lehet, hogy nem csak McMurphy őrült, hanem az egész rendszer, az egész világ az. A film 5 Oscar díjat nyert, a legfőbb kategóriák nyertese, nem véletlen. Most ezek voltak a rendezőtől a kedvenceim, írjátok majd meg, hogy ti miket kedveltek, miket nem. Én kíváncsi várom, nyugodtan kommenteljetek bármit, akár bármilyen filmmel kapcsolatban. Én ismét kívánok mindenkinek nagyon jó filmnézést és mozizást, a rendezőnek pedig békés nyugalmat kívánok. Sziasztok!